Magyarok kenyere, idén is nőtt a felajánlott búza mennyisége, megyénkben 34 tonna gyűlt össze. Átadták a szállodát, több mint 4 milliárd forintból épült meg a négycsillagos Hungest Hotel Sóstó. 43,5 millió forintos beruházás Nyírkércsen, a református templom és az ahhoz tartozó parókia újult meg energetikailag. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből 34 tonna, országos szinten pedig összesen több mint 400 tonna búzát ajánlottak fel gazdák a Magyarok kenyere idei programjában. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A nemes célra szánt búzából azóta már liszt készült, amelyet csomagokban karitatív szervezetek juttatnak el rászorulókhoz. Előbbiek hétfőn vehették át jelképesen az adományokat. Kombájnok dolgoznak a nyári betakarításon. Azóta jó eséllyel már liszt és kenyér készült a learatott kalászosból. Sok gazda ezúttal is jótékony célokra fordította termését és felajánlotta azt a Magyarok kenyere program keretében. Ezt idén megyénkben 171-en tették meg, összesen több mint 34 tonnás búza adománnyal. Az országosan összegyűlt 410 tonnát meghaladó mennyiség több mint 8%-át Szabolcsból ajánlották fel, ami az Agrárkamara megyei elnöke szerint azért is kiemelkedő teljesítmény, mert nálunk nem olyan jelentős a búzatermesztés, mint más vidékeken. Én azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye kivette a részét, és példát mutatott, bár ez nem verseny országos szinten, nem az van meghirdetve, hogy ki mennyit tud összegyűjteni, hanem minél szélesebb kör érezze úgy, hogyha kevéssel is, de részt vegyen ezekben az adományokban, és erősítjük ezzel a magyarságunkat, az összetartozásunkat, a megyebeli összetartozásunkat. Én úgy érzem, hogy példakép lehetünk az ország számára is ezzel a cselekedetünkkel. A 2011-ben indult program célja segíteni a határainkon belül és szerte a Kárpát-medencében magyarok lakta településeken élő rászorulókat. Rácz Imre hozzátette, a Magyar Örökségdíjas kezdeményezés sikere a gazdákban rejlik, az pedig már bebizonyosodott, hogy a magyarság igenis képes egyesíteni erejét és megmozdulni nemes célok érdekében. Itt tett a Nyírséghasszó Kft. Is, amely malmi technológiájának biztosításával már az induláskor csatlakozott a programhoz. Gyakorlatilag 9 éve részt veszünk, Baktalóránházán rendelkezünk egy malommal, az összegyűjtött búzát hozzánk behozzák, és mi térítésmentesen megőröljük, és kívánság szerinti csomagolásba kiszolgáljuk a igényeknek megfelelően. Az ügyvezető elmondása szerint évről évre egyre több búzaadományt tudnak leőrölni. Idén mintegy 20 tonna lisztet sikerült előállítaniuk. Ezt a kamara 2 kilós csomagokba állítva juttatja el azokhoz a szervezetekhez, alapítványokhoz, amelyek átadják azokat a szociálisan rászorulóknak idehaza és határainkon túl egyaránt. A Vöröskereszt minden évben több ezer élelmiszer csomagot állít össze, ennek része a liszt is. A hátrányos helyzetű kedvezményezetteket adatbázisuk alapján választják ki. Évről évre térnek vissza hozzánk, mert sajnos a szociális helyzetük nem változott olyan mértékben pozitív irányba, hogy ne szorulnának rá karácsony tájékán, vagy az év bármelyik időszakában az adományra. Az a lisztadomány, amit ma jelképesen átveszünk, és az elkövetkezendő hetekben megérkezik a szervezethez, egy nagyon jó alapját képezi azoknak az élelmiszer csomagoknak, amit a karácsonykor a rászorulók számára kiosztunk. Az adományt jelképes oklevél formában hétfő délután az egyik nyíregyházi csárdában vehették át a kiválasztott karitatív szervezetek. Az idei 15 millió búza szemal címmel ellátott program hivatalosan pénteken a kárpátaljai Nagydobronyban zárul, ahol az ottani református gyermekotthon lakói megkapják a liszt csomagokat. Átadták a 4 milliárd forintból épült négycsillagos 123 szobás Hungest Hotel Sóstót. A szálláshely kialakítása azért volt fontos, mert az elmúlt években nagy mértékben fejlődött Nyíregyháza turizmusa, viszont ilyen komplex szolgáltatásokat nyújtó szálloda még nem volt a megye székhelyen.
Kedden hivatalosan is átadták a hotel sóstó jelképes kulcsait, ezzel megkezdte a szálloda üzemeltetését a Hungest Hotels. A négy csillagos hotel beruházási értéke összesen 4 milliárd forint volt, melyből 3,1 milliárd forint kormányzati támogatás és 900 millió forint a saját forrás. A fejlesztésnek köszönhetően 85 új munkahely is létrejött. A szálloda építése turisztikai és gazdasági szempontból is fontos Nyíregyháza életében, mondta el beszédében a megyeszékhely polgármestere. Már több mint 20 éve foglalkozott az akkori mindenkori városvezetés azzal, hogy legyen itt egy nagy hotel. Ez egyrészt a turizmus szempontjából, másrészt azon belül a konferencia üzleti turizmus szempontjából volt elengedhetetlen. Egyszerűen nem tudta Nyíregyháza fogadni azokat a konferenciákat, kongresszusokat, amik megkövetelik azt, hogy egy ekkora hotelben legyen a program, tehát legyen egy legalább 200 fős konferenciaterem, négy csillagos színvonal és több mint 100 szoba. Ugye itt most ezt meg tudtuk teremteni, nem volt egyszerű, de köszönhetően a kormány támogatásának gyakorlatilag ez a modellvárosi program keretében költségvetési támogatásból épülhetett meg. A szálloda közvetlen összeköttetésben van a gyógyfürdővel, amelyet 2013-ban nemzeti gyógyhelyén minősítettek. A négy csillagos szálloda 10+5 évre szóló üzemeltetési jogát tavaly áprilisban a Hungest Hotels nyerte el, amely Magyarország legnagyobb vidéki szállodalánca, a legtöbb belföldi vendéggel, a legtöbb vidéki vendégészakával, valamint a legtöbb gyógy és wellness vendégészakával. A Hungest Hotels vezérigazgatója az átadón kiemelte, a sóstói komplexum a szállodalánc 27. hotele, amely egy új korszak kezdetét is jelenti a vállalat számára. Van egy külön jelentősége ennek, azon túl, hogy már a sokadik, nem is tudom hányadik olyan számod, ahol össze vagyunk zártan kötve a szomszédos városi jelentőséggel bíró fürdővel, illetve valamelyik településnek egyik jelentőség teljes szádát nyitjuk. Számunkra ez egy jelkép is, mert a következő években mi a meglévő szállodállományunkat is szeretnénk felújítani, és ez egy etalon, hogy minimum ilyen színvonalra szeretnénk felújítani az összes jövőbeni szállodát, úgyhogy nekünk ez egy érzelmileg és egy történelmi első pont, nulladik pont a 27. szállodánk megnyitása. A több mint 9000 négyzetméter alapterületű 123 szobás négy csillagos szálloda üzleti turizmusra is alkalmas, kialakítottak benne egy 200 fős szekcionálható konferenciatermet, az étterme pedig 145 fő egyidejű ellátására alkalmas, amely a terasszal együtt 195 fősre bővíthető. A hotel alatt 90 férőhelyes mélygarázs is épült, valamint a negyedik emeleten egy játszóház, mini wellness egység és fitnessterem is helyet kapott. Még mindig emelkedik a gázolaj ára a benzinkutakon, szerdától literenként bruttó 3 forinttal drágábban tankolhatunk. Ezzel szemben a benzinára most sem változik, átlagára marad 385 forint literenként. A gázolaj átlagára a hét közepén 408 forintra emelkedik. A benzinár egyébként 2012. április közepén érte el a csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 454 forintba került. A gázolaj literje pedig 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forintért adták a benzinkutakon. Több mint 43 millió forint pályázati támogatásból energetikailag korszerűsítették a nyírkércsi református templomot, valamint az ahhoz tartozó parókiát. A beruházás mintegy másfél évet vett igénybe. A gyülekezet lelkésze a háladó istentisztelet után elárulta, vannak tervek további fejlesztésekre is. 2018 tavaszán kezdődött meg a munka a nyírkércsi református gyülekezetnél, amely során a templomot és az ahhoz tartozó parókiát is teljes körűen felújították. A fejlesztések befejeződtek, amelyet a hívek hálaadó istentisztelettel ünnepeltek meg. Sikerült egy nagy beruházásnak a végére jutni, amely a templomunkat, illetve a lelkésztakot, a parókiát célozta meg első renden. Egy energetikai beruházás, fejlesztés volt a parókián, amely hát tételesen teljes szigetelés, tetőhíjazat cserét, a fűtéskorszerűsítést, illetve napelemrendszer kiépítését tartalmazza. A támogató pályázat kimondottan kis települések részére lett meghirdetve, olyan közösségi terek és épületek energetikai felújítására, amelyek nem állami vagy önkormányzati funkciót töltenek be. A nyírkércsi református lelkész a kivitelező munkája mellett kiemelte a gyülekezet építő erejét, amelynek köszönhetően a pályázati támogatáson túl is sikerült forrást gyűjteni a fejlesztésre. A templom külsejében és belsejében is megújult,
Első renden VP településképes pályázatnak köszönhetően, amelyben 43,5 millió forintot sikerült támogatásként elnyerni, ehhez jött még a gyülekezetnek az önereje, ami körülbelül mondom egy 2,5 millió forint, illetve hát a gyülekezeti hálaáldozatok az adományokból is sikerült fejleszteni többek között azon a térkövön, amelyen most állunk, egyik gyülekezeti tagunknak a presbiterünknek a segítségével sikerült ezt megtenni és szépíteni a gyülekezetünknek az ingatlanait. Csonka Tibor hozzátette, már konkrét tervek vannak azt illetően, hogy a parókiához tartozó parkot és játszóteret is bővítsék, valamint pályázatot adtak be egy parkoló kialakítására, ennek elbírálása a következő hetekben esedékes. A következő hetekben kapja meg a változó kamatozású jelzálog hiteles ügyfelek többsége a banki tájékoztató levelét arról, hogy a kamatkockázat miatt célszerű lenne fix kamatúvá alakítani a szerződését, olvasható a Magyar Nemzeti Bank közleményében. A bankok írásos tájékoztatókat küldenek minden olyan lakossági ügyfelüknek, akik 2015. február 1-e a fair banki szabályozás hatályba lépése előtt kötött változó kamatozású jelzáloghitel szerződéssel rendelkezik. Legalább 10 év futamideje van hátra, és alapvetően rendben fizeti törlesztő részletét. Ilyen élő szerződésből még mintegy 106 ezer van az országban. A tájékoztatóban a hitelintézetek jelzik, a kamatok esetleges jövőbeni emelkedésével a változó kamatozású lakáshiteles ügyfelek terhe rövid időn belül akár 3 havonta is növekedhet. Erről minden érintett számára a meglévő hitel alapján számítást is mellékelnek. A Magyar Nemzeti Bank szerint még az egyszeri szerződés módosítási költségek vagy enyhén magasabb havi törlesztés esetén is célszerű lehet átállni fix kamatozásra. Ne maradj parlagon elnevezéssel megyei tanulmányi versenyt szerveztek általános és középiskolás tanulók számára kedd délelőtt a megyeházán a parlagfűről, illetve írtásának ismereteiről. Román István, a megyei kormányhivatal kormány megbízottja az eseményen elmondta, valamelyest csökkent a büntetések száma, ugyanakkor szükség van a szemléletváltásra. Mintegy 50 általános és középiskolás diák mérte össze a parlagfűvel kapcsolatos ismereteit kedd délelőtt. A verseny házigazdája a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal volt, ahol Román István kormánymegbízott kiemelte, hozzávetőlegesen minden 5. embert érint kedvezőtlenül a parlagfű virágzása. Hozzátette, a kormányhivatal mind szakhatóság jár el annak érdekében, hogy csökkentse a parlagfű által borított területeket, a vetélkedővel pedig arra ösztönzik a fiatalokat, hogy vigyék hírét a védekezés fontosságának. Az idei évben 167 esetben rúgtunk ki bírságot olyan területek esetén, ahol parlagfűvel szennyezettek voltak, és 128 esetben rendeltünk el közérdekű kaszálást, de emellett fontosak a fiatalok és fontosak az ilyen versenyek is, mert hát a hosszabb távon mégiscsak az lenne a cél, hogy olyan tudatos fiatalok legyenek itt a megyében, és olyan tudatos felnőtté váljanak, akik erre odafigyelnek. Ez a mai vetélkedő, ez ezt a célt szolgálja. A felkészítő pedagógusok a parlagfű morfológiai, azaz alaktani ismereteit, illetve az egészségre ártalmas növény írtását is megtanították a diákoknak. A szervezők törekvése a versennyel kapcsolatban az volt, hogy a fiatalok ezt a tudásanyagot később is kamatoztatni tudják. A legnagyobb probléma az allergia. Az allergia egy széleskörű betegség, népbetegség. Nagyon-nagyon sok pénzt költünk el a gyógyítására. Nagyon sok ember kiesik a munkából. Ennek az ismeretét elsajátítják a gyerekek, megismerik azt, hogy hogyan szórja a pollent, milyen mennyiségű pollen kerül ki a virágzás időszakába, és hogyan tudnak ezzel nem védekezni a gazdaságukban, a portájukon, a tágabb és szűkebb környezetünkben, amit aztán el is visznek, széles körben terjesztenek, vagy esetleg még a tudásuk révén elhelyezkednek ebben a szakmában, ami ugyancsak fontos lenne, hogy a mezőgazdaságban értelmes, okos, szakképzett dolgozók kerüljenek ki. A vetélkedővel kapcsolatos tanácskozáson elhangzott, a parlagfűvel összefüggésbe hozott büntetések száma országosan csökkent, ugyanakkor szükség van a szemléletváltásra, amihez az oktatás szerepe elengedhetetlen.
11 edző irányításával 26 csapatot versenyeztet ebben a szezonban a Nyíregyházi Kosársuli. Ezt a számot szeretnék növelni, ezért szombat délelőtt toborzóval egybekötött nyílt napot tartanak a Szent Imre gimnázium csarnokában. A résztvevők 14 órától megnézhetik az NKS Tatai Ese felnőtt amatőr NB1-es mérkőzést is. A 3x3-as kosárlabdában kétszeres világbajnoki ezüstérmes Pap Claudia, a jelenleg Izraelben légióskodó Krivasevics Tiana és a több A-csoportos csapatban is szereplő Farkasinszki Orsolya. Mindhárman a Nyíregyházi Kosársuliban vettek először labdát a kezükbe, és mint az egyesület elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta, szeretnék megtalálni azokat a fiatalokat, akik a nyomukba léphetnek. Az NKS azoknak is lehetőséget biztosít a játékra, akik nem a legmagasabb szintet célozzák meg, a sport mellett vagy inkább előtt a tanulás fontosságát is hangsúlyozzák az egyesület vezetői. Jelenleg mintegy 300 játékengedéllyel rendelkező kosarasa van az NKS-nek. 26 csapatunk van, ebből a 26 csapatból 13 előkészítős, akiket úgy hívnak, hogy kosárpalánták. Ők első, második, harmadik és negyedik osztályosok. Az ő versenyük egyébként november 30-án lesz az első forduló. Mindezek után van 4 U11-es kenguru csapatunk, van 2 U12-es országos felsőrendszerben szereplő csapatunk, ők a gyerekkorosztály, és van 1 a megyében. Most ezt a megyében szereplő U12-es csapatot egészítjük ki még további másik kettővel, tehát ez már akkor a 26, már 28 lesz, de még ennek a szervezése folyamatban van. Mindezek után van 2 serdülő csapatunk, 2 kadett, 1 junior és 1 amatőr NB1, ami a csúcsa az egésznek. A fiataloknak többek között akadémiai csapatokkal kell felvenniük a versenyt. A kadett korosztály képviselői a kiemelt bajnokságban szerepelnek. Mátyás Eszter a kadettek mellett a junioroknál és a felnőtt csapatban is játszik. Saját korosztályommal a kadettel mindenképpen megpróbálnánk bejutni a A-döntőbe, a legjobb 8 közé, de egy kadett B-döntővel is megelégszünk, de a cél az A-döntő. A Nyíregyházi Kosársuli szombaton egy toborzóval egybekötött nyílt napot tart a Szent Imre gimnázium csarnokában, ahová a megye egész területéről várják a kosárlabda iránt érdeklődő lányokat. Azt várjuk, hogy gyakorlatilag az érdeklődők eljönnek és veszik a fáradtságot maguknak, hogy megpróbálják, kipróbálják, felszerelést, mindent hozképpen hozzanak magukkal, a gyerekek lejönnek a terembe, ott lesznek majd a jelenlegi utánpótlás játékosaink, akik segítenek, megmutatják, bemutatják, és megpróbálnak valami olyan trükköt megfelelíteni a gyerekekkel, ami utána esetleg meghozza a kedvüket abban, hogy ők kosárlabdázni szeretnének. A szombati program 10 órától 13 óráig tart, majd 14 órától a Nyíregyházi Kosársuli Tatai Ese felnőtt amatőr NB1-es meccset is megnézhetik az érdeklődők. A Nyírgyulaj tölti az első helyen a téli szünetet a labdarúgó megyei első osztály tabelláján, miután az őszi zárófordulóban 3-1-re legyőzte a Kisvárda második csapatát. A forduló rangadóján a Nagyhalász 2-1-re verte a Mándokot. A 15. fordulót rendezték az elmúlt hétvégén a megyei első osztályban. 4 mérkőzésen idegenbeli siker született, a Kemecse 2-0-ra nyert Tarpán, az Újfehértó 4-0-ra győzött Nyírmegyesen, a Vásárosnamény 5-2-re verte a Fehérgyarmatot, a Baktolórendháza pedig Ibrányból vitte el a 3 pontot 2-0-ás győzelmével. 4 találkozón a hazai szurkolók körülhettek. A Nagyecsed 4-1-re nyert a Máté Szalk ellen, a Nyírgyulaj 3-1-re múlta felül a Kisvárda 2-t, a Balkány 4-1-re bizonyult jobbnak a Tiszakanyárnál. A forduló rangadóján a Nagyhalász 2-1-re verte a Mándokot. Nagyon küzdelmes és nehéz mérkőzés volt, ugye a pályatalaja is csúszós volt, a játékosok nagyon küzdöttek, hajtottak, és emiatt voltak olyan szabálytalanságok, amik ugye a sárga lap, vagy akár a piros lapot is súrolták. Küzdött mind a két csapat, nyerhetett volna a vendégcsapat is, most vagy nem sajnos nyilván, hál' Istennek nekünk sikerült megszereznünk a 3 pontot, de még egyszer mondom, ez alakulhatott volna fordítva is. A vendégek edzője Mirgai László szerint is pontszerzési lehetőséget szalasztott el csapata. Azt gondolom, hogy a döntetlen reális lett volna, szerintem ez a büntető, ahogy én láttam a kispadról, nem volt az, és az a szomorú, hogy nagyon jó vezett a játékvezető a meccset, és szerintem egy 11-esre eldönteni egy mérkőzést ilyenkor nem fair. Az a baj, nagyon kevesen vagyunk, ma se tudtam belenyúlni a meccsbe. Egyik héten vagyunk, másik héten nincsenek a kisvárdaiak, most is ifistát kellett beállítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy az a 11-12 játékos, aki hétről hétre játszik nálam, az nagyon nagy erőssége ennek a Mándoknak, viszont 5-6 embert mindenképpen igazolni kell, mert ez nem állapot, hogy hétről hétre a kispadon üres.
A tabella élén a Nyír Gyula áll 34 ponttal, megelőzve a 33 pontos Nagyhalászt és a 28 pontos Vásáros Naményt. A 27 pontos Mándoknak van egy elmaradt meccse, vasárnap Újfehértón lép pályára Mirgai László együttese. Még egy mérkőzést pótolnak vasárnap, a Nagyecsed Balkányban zárja az őszi szezont. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A gazdák búzával segítettek, a malmok ingyen őröltek, a lisztből pedig csomagokat állítottak össze, és a rászorulók között osztják szét. Ez a lényege idén is a Magyarok Kenyere programnak. A kezdeményezés keretében ezúttal országszerte több mint 400, megyénkben pedig 34 tonna búzát ajánlottak fel a gazdák. A program hivatalosan pénteken a kárpátaljai Nagy-Dobronyban zárul. Átadták a több mint 4 milliárd forintból elkészült Hungest Hotel Sústót. A 9000 négyzetméteres alapterületen épült 123 szobás hotel étteremmel, konferenciateremmel, mini wellness egységgel és fitness teremmel is rendelkezik. A szálláshely kialakítása azért is volt fontos, mert az elmúlt években nagy mértékben fejlődött a turizmus a városban, viszont ilyen komplex szolgáltatásokat nyújtó szálloda még nem volt a Szabolcsi megye székhelyen. Mintegy 43 millió forintból újították fel Nyírkércsen a helyi református templomot és a parókia épületét. Az energetikai és korszerűsítési beruházás pályázati támogatásból valósult meg. A munkálatok nagyjából másfél évet vettek igénybe. Csonka Tibor, református lelkész a hálaadó istentiszteletet követően a kivitelező mellett a gyülekezet munkáját és adományait is kiemelte. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 19-én, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedd este változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű, a keleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Szerdán eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor egyaránt valószínű, a keleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul. Csütörtökön és pénteken még sok lesz fölöttünk a felhő, kevés helyen süt ki a nap és több helyen, főként északkeleten, keleten eshet az eső. A hétvégétől szárazabb levegő érkezik fölénk, szakadozottabb lesz a felhőtakaró, de a napos területek mellett lesznek tartósabban ködös vidékek is. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb kötszitálás fordulhat elő. Fokozatosan csökken a hőmérséklet, eleinte még 10 fok felett, a jövő hét közepén pedig már inkább 10 fok alatt lesz a csúcshőmérséklet, és éjszaka egyre több felé csökken fagypont alá a hőmérséklet. Let's